utolsó percek, gyerekek. Na gyerekek, elvitték az utolsó nagy darab vasat is. A CB, miért mondok mint CB-t? Na, a Rebel, CMX, Rebel 250-es, 86-os. Elvitték el 80 dollárét. Többet ér annál, de mikor sietsz, akkor nem ér többet. Úgyhogy kész vagyunk. Többet nem adok el most semmit. Ha nincs idő rá. Gyerekek, hónap indulunk. Ez az utolsó nap. Szombat, vasárnap reggel, hónap indulunk. Vége. Utolsó perceket anyám. Ülüha! Ja, lett volna cusz, amit még eladni, de nincs rá idő. Mit köröznek ezek a nagy sasmadarak itt? Mert nincsen idő rá, és ami cuccok itt vannak, még olyan, amit ingyen odaadtam volna, arra se lesz időm. Nem volt kedvem ma, hogy az emberek így jöjjenek, sivogassanak se. Tehát az időmet pazarolják. És ezt az utolsó néhány napot szerettem volna kiélvezni, kilazulni, kicsit drónozni. Még pár videót ma a farmon csinálok. És azzal annyi, gyerekek. Jó lett volna még egy kis idő itt. Soha nincs elég idő. De ez van. Élvezzük ki az utolsó pillanatokat, gyerekek. Gyönyörű ragyogó idő van. Kicsit még napozok. Lesz egy kis szület a kertbe, egyet csinálunk, egy utolsó kertúrát. Talán egy utolsó élőadást is ma még a farmról. Egy kicsit még drónozok itt a szép napsütésben ma. Befejezem a csomagolást az autóba be. És el vagyunk menve, pa gyerekek! Hihetetlen. Hihetetlen, nem ilyen, hogy higgyem. Nem ilyen, hogy higgyem, gyerekek, hogy hónap ilyenkor már nem leszek itt. És a tanya csak egy szép emlék lesz. Szép emlék lesz. Voltak csúnya pillanatok és rossz pillanatok is, de nagy részt azért szép volt. Nem lehet még itt a búcsúzás. Csak te voltál nekem, semmi más. Na jó, ne érzelegjünk, gyerekek. Nem is tudom, mit mondjak, annyi mindent tudnék mondani, de majd idővel mondok. Most nem jön, hogy mondjak semmit.
Na gyerekek, itt volt a... Itt volt az új tulajok. A kicsi meg a kicsi barna emberkék. Rendes dolgos emberek. Nincs bajom velük. Kezdnek költözni már B felé, én még kise költöztem jóformán. Már butoroznak be, hozzák a cuccokot. Mondom, jó van, hozzátok, mert el vagyok menve hónap. Úgyhogy tükröt meg néhány kasztent hoztak. Egy kicsikét, két nagyobbat. Biztos, hogy most kukázták az utról, most szedték fel. Nincs benne valami kincs. Na jó. Akkor álljunk neki, gyerekek, és ami kell, még rakjuk be az autóba, s a többi marad itt. Mondtam is nekik, hogy marad itt a többi cucc. Azt mondták, jó van, nem számít, ők majd kidobják, vagy ami kell, megtartják, vagy mit akarnak, azt csinálnak. Jaj. Szörnyű a költözés, gyerekek, szörnyű. Na, de nem baj. Túl leszünk rajta.